El kell mondjam nektek, hogy hallottam olyan magyar prédikátorokat beszélni, akiknek a beszéde egyszerűen lenyűgözött engemet. Tehát döbbenet, hogy micsoda ékes szólással, milyen választékosan beszélnek Isten országáról, milyen szépen beszélnek. Valami lenyűgöző, tehát teljesen egyértelmű, hogy egy Isten adta tehetségük van nekik a szónoklatra, a beszédre. És arra gondoltam, hogy készítenék egy rövidke videót, egy kis felvételt arról, hogy kik a legjobb magyar prédikátorok. És elmondanám azt, hogy nyilván az a jó prédikátor, aki szépen beszél, szépen, hangsúlyozottan, stílusosan, választékosan, ékesen szól, akit öröm hallgatni. Amikor jó fáradtan hazamész a munkából, lefekszel, hátradőlsz, és hallgatod azt a prédikátort, és hallgatod, és arra alszol el. Mert annyira szépen beszél, és olyan jól beszél, hogy egyszerűen nem tudsz betelni vele. Hallgatod. És nem csak hallgatod, hanem hallgatsz. És hallgatsz, és nem szólsz semmit, mert olyan jó a prédikátor, aki beszél hozzád, akár az interneten keresztül, akár élőben, vasárnaponként, vagy imaórán, vagy bármikor, olyan jó a prédikátor, hogy te csak hallgatod őt, és hallgatsz. Na, ezek a legjobb magyar prédikátorok, akik így beszélnek, akik nem teremnek bizonságtevőket, emberek. Na, azt nevezi Magyarország, a magyar nemzet jó prédikátoroknak, akik nem teremnek bizonságtevőket, akik nem közlik az őt hallgatókkal, hogy az ő beszédük nem tudja megmenteni őket, hagyják abba. Egy idő után abba kell hagyják a prédikátor hallgatását, vallják meg a bűneiket, menjenek be a belső szobába, kívánják hallani Istent, lássák meg, miben éltek, kezdenek el beszélni, vallják meg a bűneiket, váljanak bizonságtevőkké. De mivel olyan luxusban élünk, hogy tele van Magyarország, Székelyföld, Gyergyó is, jó prédikátorokkal, ékes szóló prédikátorokkal, nincsen szükség arra, hogy bárki is valóságosan megtérjen a képmutató bűnös hazug életmódjából. Annyira megtérje, hogy megutálja magát teljes szívéből. És megvallja mindenkinek, hogy nekem erre nincsen szükségem. Parázna voltam, megcsaltam a feleségemet. Amiközben ő kinn a konyhában főzött, becsuktam a szobajtaját és kivertem. Bűnben éltem. Nincsen szükség erre. Hát a prédikátor olyan jól beszél. Nem kell beszéljen. Az, aki őt hallgatja, az már nem kell beszéljen. Ő csak hallgassa meg minden nap, kapcsolja be minden nap, hallgassa meg. És vasárnaponként kapcsolja be, és hallgassa, és menjen el, és mosolyogjon, és tapsoljon neki. Olyan jó a prédikátor, olyan jókot mond a prédikátor. És veled mi lesz, ember? Te mikor fogsz feltámadni? Te képes vagy a kározat útján maradni? Csak azért, mert jó a prédikátor, olyan szépen beszél, olyan kimérten, olyan kedvesen, olyan lágyan, és olyan gyönyörűen szónokol, hogy öröm hallgatni. Végzem a hiába valóságot napi 10 órán keresztül, 12 órán keresztül, csinálom a fölösleges dolgokat, és aztán hallgatom a jó prédikátort, mert olyan szépen beszél. Miben különböznek a mai keresztény jószónok prédikátorok a zselésfejű guruktól? A zselésfejű guruktól, a sátán fattyaitól, a pozitívan gondolkodó, az agykontrollt gyakorló és az agykontrollal manipuláló guruktól. Miben különböznek a mai prédikátorok? Hát jóformán semmiben, hisz egyformán szépen beszélnek, és jól is egyeznek. Tehát egy pozitívan gondolkodó életmód tanácsadó általában itt jól kijön egy ilyen híres keresztény prédikátorral, aki ugyanúgy bealtatja, képes bealtatni az ő hallgatóit, az ő követőit, mint a pozitívan gondolkodó életmód tanácsadó, aki megmondja, hogy hogyan kell élni, hogy teljesen garantált legyen a kárhozat. Ne legyen semmilyen szembesülés.
Ezek a jó prédikátorok Magyarországon. Gyergyóban, Székelyföldön, mindenhol. Akik mély altatásban tartják az embereket. És nem közlik velük, hogy fontos újonnan születni. Nem ér semmit a bemerítkezés. Bemeríti a kádba, a fürdőkádba, bárhova. Nem kapta meg a tűzkerességet, nem vált bizonságtevővé, nem vallotta meg a bűneit, és nem érzi a tüzet a szívében, hogy beszéljen Isten országáról. Akkor nem ér semmi semmit. Mély altatásban vannak tartva az emberek Gyergyóban, Székelyföldön, Kárpát-medencében. Mert jók a prédikátorok, sőt, nagyon jó a zenei halálfestés. Nem, ez nem nyelvbotlás volt. A zenei halálfestés nagyon jó. Megy a háttérbe a zongora, az ézelgő zongora. Azon sem lepődnék meg, hogyha valaki ottan közben maszturbálna hátul. Szörnyű, hogy ezt kell mondjam, emberek, szörnyű. Szégyellem magamat, ezt kell mondjam. Mert ez történik, és ráadásul Isten és az Úr Jézus Krisztus nevében ez történik. Tele vagyunk jó prédikátorokkal. Múltkor megvallottam nektek, hogy nekem is, tehát tényleg volt, vannak olyan prédikátorok, akiket régebb hallgattam én is, és nemrég megosztottam egyet, és azzal bűnt követtem el, azt is megvallottam. Mit csinálnak? Visszavezik a törvénybe az embereket. Hiába jól beszél Mózestől is, a törvényről is, még Jézus is megemlíti, jól beszél. Ha kimértes, van képessége, tehát teológiát is végzett, azért érződik rajta, hogy ő azt tanulta, és azt ő tudja. De nem terem bizonságtevőket. Az emberek megtérnek vissza a templomba, vissza a vallásba, a kövek közé, a halott kövek közé. És azt mondják, hogy hát meg vannak térve, mert hallgattuk az evangélistát, visszatértek a templomba. De nem váltak bizonságtevőkké, nem vallották meg a bűneiket, sem a feleségeiknek, sem a férjeiknek, sem a barátaiknak, sem az ismerőseiknek, sem az ellenségeiknek. Nem vallották meg, hogy ez az, amit én többet nem akarok csinálni, ez az, amihez én többet nem akarok tartozni. Befejezte. Na, ezt teszik a jó prédikátorok, a zselésfej guruk, keresztény guruk Magyarországon, Székelyföldön és mindenhol. Nem is tudom, hogy erről tovább kell beszélni erről a témáról. Aki megértette, az biztos megértette, hogy mi történik. Ügyeljetek, emberek, mert sajnos noha nem valami dúsa hajam, én is lehetek egy ilyen zselésfejű prédikátor számodra. Ha te nem akarsz újjászületni, ha te nem akarsz bizonságtevővé válni, ha te nem kívánod, az Úristen megmutassa, hogy mi választ el téged tőle, ha te azt nem akarod megvallani az embereknek, és nem akarsz te már jól lakni a hiába valósággal, a testiséggel, a testfüggőséggel, a testbezártsággal, ha te azzal nem akarsz jól lakni, nem laktál még azzal jól, nem undorodtál meg, nem akarsz attól megundorodni, akkor hiába minden. Akkor te a kiáltózót hallgatod egészen halálodik. Aztán majd a pokolba is fog menni a kiáltószó neked. Megy a pokolba a kiáltószó az én hangom, hogy milyen jól beszéltem. Mert azért, na, egyesekhez, vagy némelyekhez képest jól beszélek, másokhoz képest gyengébb becskén beszélek. Hálát adok az Úristennek, hogy az én beszédem nem tökéletes, emberek. Hálát adok, amit nem tudom megköszönni minden Istennek, hogy néha dadogok, megbotlik a nyelvem, és minden bajom van. Hogy csak hogy lássátok meg, hogy az én, ahogy mondja Pál apostol, az én bizonságtételem nem ékes szólásban van, abban, hogy olyan szépen beszélek, mert megtanultam is, olyan ékesen, meg hangsúlyozottan beszélek is, és nem hadarok is, és nem botlik a nyelvem, és nem is adagok. Nem ebben áll az én bizonságtételem, emberek, hanem lélekben és erőben. És a legerősebb bizonságok még most is az interneten nem a prédikátorok szavai, hanem az, amikor ott valaki a taknya és a könnyei között elmondja, hogy ő mit tett, hogy élt. Csak a Szentlélek őt szembesítette azzal, hogy a halál felé ment, a kározat felé ment. És felveszi, és nem szégyeli, és elmondja, hogy mit tett érte a mindenható Isten. Na, az a prédikátor, emberek, az az Istennek a profétája, nem az ékes szólók. Akik olyan szépen beszélnek, hogy az emberek alusznak már 10-20-30 éve, tapsolva alusznak, tapsol a kezük, hogy automatára van állítva a kezük, tapsolnak és alusznak. Emberek, szörnyű és fertelmesség, ami történik. Nem olyan szörnyű, fertelmes. Ez egy kemény szó a Bibliában, hogy fertelmes. Fertelmesség az Úr előtt. Jó beszédű prédikátorok, akik a halálban tartják, a lelki halálban tartják az embereket.
akiket jó meghallgatni munka után, a sok hazugság és a bűn után meghallgatni. Mert hallgatjuk, és olyan jó, olyan szépen beszél Jézustól. Egyfolytában Jézus, hogy így, tehát, na, tudjátok, hogy hogyan beszélnek általában. Dicsőítik a szavaik, azt mondja, ez a nép, azt mondja, a szájával tisztel engem, az ajkaival közelget hozzá, de a lelke, a szíja, az távol van tőle. Utolsó napon majd azt mondják, hogy hát nem a te nevedben beszéltünk olyan szépen a zselés fejünkkel. Azt mondja, hogy te, sosem ismertek titeket, távozatok tőlem, ti gonosztevők, megloptátok a mennyek országát, megloptátok. Magtalanságban, meddőségben, lelki halálban tartottátok az embereket, az én nevemben. Távozatok tőlem, takarodjatok tőlem, ti gonosztevők, sosem ismertek titeket. De ez fog történni nagyon sok jó prédikátorral. Nagyon sok jó magyar prédikátorral. Ez fog történni Magyarországon, Székelyföldön is. Ügyeljetek, emberek! Kedves prédikátorok, én ezt nem kárhoztatással mondom, féltéssel mondom. Féltéssel mondom. Azért, hogy aki ezt hallja, meg meneküljön. Vegye észre, mit csinál, hogy hogy tartja benne az embereket a lelki halálban, a meddőségben. Ha valaki bemegy a gyülekezetbe, és ott van, nem tudom, mennyi idő keresztül, és ottan tapsikó, de nem vált bizonságtevővé, és nem vált nem telt meg szentlélekkel, akkor te bűnös vagy, ember. Te bűnös vagy. Hatalmas bűnt követtél el. Ha leszúrtad volna, egymástán tízszer hátba szúrtad volna, kisebb bűnt követtél volna el, mint így, hogy a lelkét megölted. Az Úristen és Jézus Krisztus nevében a lelkét a halálban tartott, a magtalanságban tartott, a meddőségben tartott. A szerencsétlen nem tudja, hogy a feltámadás most van, hogy most kéne neki újjászületni. Megy és tapsol. És robotol ugyanúgy, mint eddig a robotol, csinálja a hiába valóságot. És hallgat téged, és elhallgatja azt, amit az Úristen tett vele. Hogy egyáltalán tett vele valamit az Úristen. Biztos tett. Csak ezt már senki nem vallja meg. Jóformán. Miért? Azért, mert a prédikátor olyan szépen beszélte. Úgy sem tud mi szebben beszélni, mint a prédikátor. Hát miért beszéljünk? Hát a miénk a papa, a prédikátor. Hát olyan szépen beszél. Mi nem kell beszéljünk Istenről, arról, hogy ő mit tett velünk. Hát hazudott Jézus. Hogy mi beszéljünk, mondjuk el, hogy mit tett ő velünk. Hogy mit tesz ő nap, mint nap velünk, azt valljuk meg. Mert mi vagyunk a papok, nem kell teológia papsághoz. Pál apostol nem a teológusokra mondta, királyi papság, hanem a bizonságtevőkre, a nyomorultakra, az analfabétákra, a halászokra, a kovácsokra, az ácsokra, az analfabétákra, rájuk mondta, hogy királyi papság vagytok. Ti, akik megismertitek a mennyek országának az örömhírét, és akik feltámadtatok a lelki halálból, a biorobot, zombi üzemmódból, na ti vagytok a királyi papság, nem a teológusok. Milyen kellemetlen szavak, milyen kellemetlen, kényelmetlen beszéd, mi? Tiltsad lelki átolsz, le kell tiltani. Nyugodtan ne engedd, hogy valaki megzavarja a békességedet, amikor te mész a széles úton, a kárzat útján mész. A jó prédikátor után volt egy ilyen jó, van egy ilyen jó prédikátor Szent Györgyön. És igen, van neki képességes, hogy elég nagy tömeget vonzott maga után. És kedves barátomnak, hát konfliktus lakult ki közöttünk, az Úristen megengedte többször is, ezt mind a javunkra folytatta egyébként, az összes konfliktust, mindent. Amiatt a prédikátor miatt is, ugye hát láthattam, hogy ez nem az, aminek mutatja magát, aminek tűnik, de nem volt közöttünk egyetértés. Igen, ám, de amikor az Úristen szólt a barátomnak, és megmutatta neki álomban, hogy ez a híres jó prédikátor, ez a jó szentgyörgyi prédikátor, vagy a szentgyörgyi jó prédikátor, megy egy hatalmas szakadék felé, amiben tűz van, és egy tömeg követi őt, na akkor ő ilyet értette a dolgoknak. És szépen szedte magát, és odament, tisztességesen odaállt eléje. Azt mondta, hogy Tibor, ugye, mit csinálsz? Mert az Úristen nekem ezt mutatta. Hatalmas szakadék felé tartottál, tűz volt a szakadékba, és a tömeg követett téged, ügyelj, mit csinálsz. Ügyeltek, emberek, a jó prédikátorokkal. Ha valakinek jó prédikátorra van szüksége, aki bealtatja minden nap, befecskendezi az agyába a vallásos Jézust, aki őt megnyugtatja a munka után, a hiába valóság után minden nap, ahelyett, hogy jól felkavarná benne az állóvizet, és felzaklatná őt, hogy szülessen már újjá, kívánjon újjászületni, kívánjon feltámadni a lelki alából.
Ha valakinek ilyen prédikátorra van szüksége, az döntött a halál mellett, a kárhozat mellett, emberek. A kárhozat mellett. Vajon mire mondta Jézus, hogy elég neked az én kegyelmem? Hát, hogyha valaki őt megismerte, ha valaki megkapta a Szentlélek ajándékát, az újjászületés ajándékát, aki őt tanítja éjjel és nappal, kell annak ilyen jó prédikátor, hogy minden napottan tömi a fejét valamivel, valami jó dumával. Nem kell annak semmi, emberek, hanem őt jó pásztor vezeti. És nem csak gyógyítja őt, nem csak tanítja őt, hanem ad neki bátorságot, mindennapi kenyeret, lelkiáltást, azt mondja, menj, és elhívás, menj, oszd meg, mondd el embertársaidnak, te is, mondd el, mit mondtam neked, mit tettem veled, hogy folyjon át rajtad is az élő víz, mosson meg téged. Nem elég neked a jó pásztor, egy jó prédikátor kell? Zongora zenével a háttérben, mint a romantikus filmben, romantikus izében, ilyen szerelmes filmben. Meg vagyunk teljesen zakkanva, nem veszük észre, hogy milyen sötétségben vagyunk, mennyire meg vagyunk vezetve. Jaj, nektek képmutató, jó prédikátorok, mert bezárjátok az Isten országát az emberek előtt. Ti nem mentek be oda, nincs, hogy bemenjetek. Tolvajok vagytok és rablók, az ő vérükből, az ő pénzükből éltek, abból kövérettek. Ti oda nem, nincs, hogy bemenjetek. Az embereket mély altatásban tartjátok. Akik oda be akarnak menni, még azokat sem bocsátjátok be. Béresek, tolvajok és rablók, mérges kígyók fajzatai. Na ezt mondja Jézus. Isten könyörüljön rajtam, és minden jó prédikátoron, hogy nehogy az ő nevében, ő ellene dolgozzunk, és az embereket ott tartsuk a fingjukba, egymás fingjába, ott a melegednek, a gyülekezetben, a templomokban, miközben nincsenek feltámadva. Már 10 éve járnak, bénák, betegek, nyomorultak, nincsen gyógyulás, sem a testben, de a lélekben sincs. A lélekben sincs. Mert olyan jó a prédikátor, olyan szépen beszél, mindenről neki olyan jó véleménye van, olyan tuti véleménye van, hogy őt kell hallgatni. Őt kell hallgatni. Jézus hazudott, amikor azt mondta, hogy az én juhaim hallják az én szómat. De ez hazugság. Hát hallgassuk inkább a jó prédikátort, a jó beszél. És mely az orgona szó a háttérben, vagy pedig a modern kereszténységben a zongora szó? Inkább hallgassuk őt. Hát ez hazugság, amit Jézus mondott. Hogy aki újjával születve hallja az ő szavát, és béreseket nem követ, hanem megy és végzi az ő dolgát, és bizonságot tesz az életről, a feltámadásról, az életről. Hazugság minden, amit Jézus mondott. Hát a prédikátor jobban tudja. Olyan szép a frizurája, olyan jól beszél. Emberek, fertelmesség, ami történik, fertelmesség. Gyergyóban, Székelyföldön, Magyarországon, az egész világon. Isten és Jézus nevében megyünk a pokolba. A buddhisták hisznek a reinkarnációba, és a hinduk is. És ez egy csúnya dolog lesz, de muszáj ezt elmondjam így, ahogy kaptam már többször is, eszembe jutott most hirtelen. Mivel ők is tévelyektek, benne voltak a testbe, beltak zuhan a testbe, meghaltak, és mivel a tévelyésben maradtak, a pokol felé mentek, és nem volt hely a pokolban, nem volt hely a pokolban egyszerűen. Tele volt keresztényekkel, akik a jó prédikátorokat követték, és ők vissza kellett jöjjenek a földre, reinkarnálódtak, mert a pokol tele van, nem volt hely számukra a pokolban. Kemény, kemény hasonlat, kemény kép, kemény illusztráció, emberek. De ezen érdemes elgondolkodni. Azt is mutatta egy alkalommal a kedves barátomnak, a mindenható Isten, hogy látott igazi buddhistákat, tibeti buddhistákat, egyszerű embereket, ilyen gyermetek, kis kopaszfejű embereket, gyermekeket látott, és mutatta, hogy ők milyen magasan vannak. És a keresztények a hegy aljában egymást marták, egymással civakodtak. Nem voltak sehol, vagy a tévedtek. Hallgatták a jó prédikátorokat. Azt gondoljuk, hogy annál garantáltabb a mennyek országa, minél többször kimondjuk azt, hogy Jézus és halleluja. Nem, emberek. Nem. Az, hogy Jézuson keresztül üdvözül, nem azt jelenti, hogy mint a papagáj mondom az ő nevét. Nem. Nem azt jelenti. Jézuson keresztül üdvözülni azt jelenti, hogy ha valaki olyan lelkületűvé válik, a buddhista is Jézuson keresztül üdvözül. A hindu is, a muzulmán is.
Jézuson keresztül üdvözül. Lehet, hogy nem is hallott róla, de mégis Jézuson keresztül üdvözül. Miért? Azért, mert az ő lelkében benne van Jézus. Alázatos, egyszerű, szelíd. Nem az egészségesekét jött el, mondta Jézus, hanem az olyan betegekét, mint Attila, és a társai. Ezt mondja ő. Úgyhogy mi azon morfondírozunk, hogy mi lesz a buddhistákkal a Tibetben. Egy anyagias, földhöz ragadt, szexfüggő keresztény azon morfondírozik, hogy mi lesz a buddhistákkal a Tibetben, akik gyermetek szívűek. Nem tudják, hogy mi az, hogy perverzió, nem tudják, hogy mi az, hogy orális, meg mit tudom én, milyen különböző perverz dolgok, amiket mi művelünk itt. Fogalmuk sincs. És én a perverz aggódok értük, hogy akkor velük mi lesz. Üdvözülni fognak-e? Mint hogyha az én üdvösségem már el van végezve. Hát hogy lenne elvégezve emberek? Ha szembe köpöm a Krisztust, és a jó prédikátorokat követem, és a Szentléleknek a hangját nem hallom, nem vagyok újjászületve, gyülekezet függő vagyok, templom függő vagyok. Nincs, amit mondjak. Nem akarok leszámolni a múltammal. Nem merem kijelenteni, hogy te, ezt csináltam, és ezt csináltam. Azért jelentem ki a bűneimet, mert kijelentem azt, hogy én ezt tovább nem akarom csinálni. Nem akarok én ehhez tartozni. Ehhez az élethez tartozni. Aki nem tesz bűnvallás, azt jelenti, hogy neki, mint bétert, még mindig ott van a bűn. Még mindig ott van a bűn. Bármi is legyen az. Sok van, persze. Még ott van még bétertként, hogy hát, hogyha Isten meggondolná magát, akkor vissza meg a csajozásba, vissza az alkoholba, vissza a világi barátaim közé, vissza a régi életvitelembe, vissza az anyagiasságba, vissza a földi életetekbe. Hogyha megvallanám, akkor fel kéne vállaljam, hogy én ezzel tovább nem vállaltam, nem vállalok közösséget. Erre jó a bűnvallás, hogy vagy megvallom Krisztust, hogy én hozzá tartozom, és akkor igen, azt fel kell vállaljam, és akkor már nincsen visszaút számomra. Ez nagyon jó, mert akkor biztonságban tart engemet. Mert megvallottam őt, és kívánok vele maradni. Ne csinálják hülyét magamból, és az ő nevéből. És megvallom a bűneimet, hogy igen, legyek vádolható, hogyha valaki engemet rajta kap az, hogy ezt csináltam, meg azt csináltam, akkor nyugodtan mondja, tehát nem, tényleg nem azt mondod, hogy ilyet nem csinálsz, de igen, ezt mondtam, kérlek, bocsássál meg nekem, mert tévedtem, igazad van, szégyellem magam miatta, na erre jó a bűnvallás, amit nem tettél meg, és amit sokan nem tesznek meg. Ahogy tegnap mondhattam, hogy hogyan lettem hamis proféta. Kimentek a képmutatók is a pusztába, Jánoshoz, a kiáltó szóhoz, hogy megkeresztelkedjenek, mert azt hallották, hogy be kell merítkezni. Hát gyorsan merítkezzünk be a vízbe, aztán minden oké. Dehogy is, takarodjatok innét. Ezt mondta János, tűnés innét, takarodjatok innét. Mérges kígyók fajzatai. Először terenjetek megtéréshez illő gyümölcsöket. Hagyjátok el az anyagiasságot, a paráznaságot, a földhöz ragadtságot, a testnek az imádatát. A szex imádatát hagyjátok el. Lássam rajtatok azt, hogy ti valóban meg akartok térni. A hiába valóságból, a testfüggőségből, a földhöz ragadságból. Na utána aztán majd gyertek és beszélgetünk. Ezt mondta János. Először teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöket. Ne gondoljátok, hogy ezt mondhatjátok magatokba, hogy hát de mi is keresztények vagyunk. Hát a baptistáknál megkeresztve, be vagyunk merítkezve. Mindent mondottam, Pál apostol, mindent megcsináltunk. Most már nézzük a televíziót, nézzük az olimpiát, nagy hasunkkal, isszuk a kólát, nézzük az olimpiát, és várjuk a mennyek országát. Miközben teljesen testiek vagyunk, teljesen karnálisak. Tocsok bennünk a karnalitás, a bűn. Mert olyan jó a prédikátor, olyan jó beszél. Nem kell nekünk hallani Istennek a hangját, az ő szavát. Tőle kijelentés, a Szentlélektől kijelentés. Minek az nekünk? A prédikátor olyan jól beszél, sokkal láthatóbb, a szemeimmel látom, Isten nem látom a szemeimmel a szent lelket. De a prédikátor olyan jó pofa is, olyan kedvesen szól, jó az a zongora, a háttérzene, ami ottan van a háttérben, az is olyan jó. Emberek, ügyeljetek, ügyeljetek, mert sarlatánokat követtek, keresztjén sarlatánokat követtek sokan. És sok prédikátor, ahogy Isten mutatta a kedves barátomnak, az embereket a tűz felé viszi, a kározat tüze felé viszi. Ott aztán van egy kicsi Jézus, az ő nevét is használja, szűzanyja, meg minden, Medjugorje, vagy keresztény rockzene, minden van, minden belefér. A lényeg az, hogy az ember ne támadjon fel, ne váljon bizonságtevővé, ne vallja meg a barátjának, a szomszédjának, hogy mi történt vele, hogy ő milyen bűnöket követett el, Isten hogyan szembestette őt a bűneivel, a benne lévő életelenességgel, hogy miért volt neki szüksége, miért van neki szüksége Istenre. Ne kelljen erről beszéljen.
És akkor minden lázsban egy ilyen prédikátor, vagy kettő, ilyen jó prédikátor, és a többi ember alszik. Lelki halálban van. És az Úristen azt mutogatja nekünk, azt mutatja, hogy sokan Gyergyószent Miklóson el vannak kárhozva. És senki nem gondolná róluk, hogy el vannak kárhozva. Miért? Azért, mert szépen mosolyognak. Szia, hogy vagy? Te, Blue, de rég nem láttalak. Ilyen emberek. Tehát nagyon kedvesek meg minden. Lelkesednek. De el vannak kározva. Mert mindezt zombi módon teszik. A lelkük már annyira meg van telve bűnnel, földhözragadsággal, testiséggel, hogy lélek, gyermek, jóformán semmi nem marad bennük. Csak a színész. A színész, a hollywoodi színész. A gyergyói hollywoodi színész. Félelmetes volt beszélni a hugommal. Nagyon kemény harcot vívhattam meg a Krisztus kegyelme által. A hugommal, ugye a hugommal szemben, olyan értelemben, amikor ő mondta azt, hogy nincsen benne már semmi sem menthető. Nincs akit megmenteni. Emberek, ez félelmetes. Ezt ő megvallotta saját magáról, hogy ő nem érzi, hogy lenne benne még gyermek, akit meg lehetne menteni. Emberek, vajon ez csak a hugommal történt? Vagy talán még nagyon sok ember, aki nem is tudja ezt, mert úgy el van foglalva, olyan sok fontos dolgot csinál, számolja a pénzét, megveszi az új telefont, az új autót. De megy vakációzni Görögország. Igaz, hogy Görögország ég, de ő megy vakációzni vakon Görögországba, hogy hát, ha ő is kapna abból a tűzből. Isten könyörüljön rajtam, és nekik nem akarok károsztatni emberek, de óriási bajok vannak. Egy kicsi pénzünk van, abban helyben hülyeséget csinálunk. Egy kicsi pénzünk van, a lelkünket öldököljük azzal. A lelkünket öldököljük azzal. Az Úr Jézus úgy imádkozott, hogy Atyám, könyörülj rajtuk, mert nem tudják, mit cselekednek. De ez 2000 évvel ezelőtt volt, emberek. Amikor az emberek egyszerűek voltak, zsákruhában voltak, nem volt semmiük. Akkor is olyan súlyos bűnökben éltek az emberek, hogy Jézus azt mondja, hogy Atyám, könyörülj rajtuk, mert nem tudják, mit cselekednek. Most akkor Jézus mit mondana? Amikor így körül vagyunk véve pénzes, jólétes, és sok gazdagsággal és kincsel, mindenkinek a háza külön-külön egy mennyország, mindenki a házából édent csinált magának. Dekorációk meg, kreativitás meg, műalkotás meg kézművesség meg minden. Mennyországot hoztunk létre magunknak. Akkor mit mondana a mai embernek Jézus? Vajon vannak-e szavak arra, hogy Jézus hogyan fogalmazná ezt, hogy Atyám, könyörű rajtuk, mert nem tudják, hogy mit cselekednek, mert úgy igazából semmi nincs már, amit cselekednek, és ami nem az élet ellensége. Minden, amit cselekednek, az élet ellensége. Atyám, könyörű rajtuk. Ügyeljetek, mert egy prédikátor nem attól jó, hogy olyant mond, ami tetszik a fülnek, és ő lehet alukálni arra, munka után, bűn után, hazugság után. A prédikátor attól jó, hogy felkavarja az állóvizet, ő az angyal. Felkavarja az állóvizet, hogy ébredjél fel, mert közel van a pokol tüze. Ha nem tisztulsz meg fogod tapasztalni. Van itt már nincsen visszaút. Na ez a jó prédikátor. Bárki is mondja ezt. A szerencsétlen, a dadogó, a hebegő, habogó, a nyomorút, a béna, akárki is mondaná ezt, na az jó prédikátor emberek. Akik szépen beszélnek a zselés fejükkel, és dallamosan altatják az embereket, még a háttérzene, meg minden. Akik nem közlik embertársaikkal, hogy fontos újonnan születni, és aki újjá van születve, az nem kell hallgassa már a prédikátort, mert hallja az Atyát, hallja a Krisztust, és van neki dolga az aratásban, a szőlővel. Kinek dolgoznak ezek? Kinek? Kiknek dolgoznak ezek? Ezek a prédikátorok. Amikor egy városonként, mit tudom, van 1, 2, 3, 10 ilyen prédikátor, és az összes többi több ezer ember, vagy több tízezer ember alszik. Lelki halálban van. Ami azt jelenti, hogyha netán egy autó elüti őket, vagy hirtelen szívstopp, vagy agyvérzés meghalnak, mennek a pokolba. A lelkük kárba vész, emberek. A lelkük kárba vész. Úgy halnak meg, mintha meg se születtek volna, mintha soha nem is éltek volna. Ahhoz, hogy egy város éljen, egy város, egy közösség éljen, élő közösség legyen, milyen kéne legyen a prédikátor? Hát olyan, hogy jó sok legyen belőle először is. Hogy mindenki az legyen. Mindenki prédikátor legyen. Mindenki az élő Isten dicsőségéről beszél. Akkor nem kell prédikátor külön ottan szónokoljon, zongora, aláfestéssel, meg orgona aláfestéssel. Nincs szükség erre.
Hát mindenki prédikátor, mindenki az atyát dicsőíti, mindenki az ő dicsőségéről beszél, és elmondja, hogy mit tett fel a mindenből Isten. Na, ilyen kéne legyen a prédikátor. Hát a város maga, a város kéne legyen a prédikátor. A közösség maga a prédikátor, mindenki. Nem az, hogy egy ember Isten és Jézus nevében mély altatásban, lelki halálban tartja az embereket. Emberek, ez fertelmesség, szörnyű, szörnyű, ami történik, fertelmesség. Tegnap még azon gondolkodtam, hogy amikor az ember először hall Istenről, akkor azt gondolja, hogy hát érdekes, érdekes, de nekem még nem sürgős különösebben Isten, mert elég jó ember vagyok ahhoz képest, legalábbis én úgy gondolom. Hitler is úgy gondolta egyébként, hogy jó ember volt. Viszonylag jó ember vagyok, és ráér nekem Isten. Amúgy is a prédikátor olyan szépen beszél, hogy nem hiszem, hogy a nagy probléma. Szoktam hallgatni, és az nekem elég. És szoktam adakozni a másik prédikátornak, az árvák kedvelőinek. Úgyhogy biztos jó ember vagyok én. Na, kb. Így gondolkodik a mai ember. És az jött, hogy atyám könyörű a gyergyóiakon, könyörű a székelyeken, a magyarországiakon, hogy nehogy egyből meglássák, hogy mennyire el vannak tőle távolodva. Mert ha az ember meglátja, ha valaki egyből meglátná, hogy mekkora a távolság között és Isten között, vagy hogy mennyire ellensége ő az életnek, menne is felkötni magát. Ha valaki egyből meglátja azt, hogy ő mennyire ellensége az életnek, miközben ő azt hitte, hogy ő Jézust követi, menne is felkötni magát, mint Judás. Ez történne. Atyám, könyörülj mindenki, aki hallja ezt a felvételt, hogy ne egyből lássa meg. Tudom, hogy ez a te akaratod. Ezt te amúgy is így teszed. Én csak kijelentem, hogy igen, Isten könyörületes. Nekem sem mutatta meg egyből emberek. Valaki azt hiszi, hogy nekem egyből Isten megmutatta, hogy én hogyan hadakoztam az élet ellen, mint a jópofa kedves srác, mosolygó srác, a kis mosolygós zombi. Nem mutatta meg nekem sem, mert ha egyből megmutatta volna, hogy én hogyan harcoltam az élet ellen minden erőmmel, én mentem volna, hogy szépen felkötöttem volna magamat. Így is szinte megtörtént. Hát akkor ő ebbe bejött ebbe a szobába, az ő szent jelenlétével, én hangosan imádkoztam, atyám, könyörgöm, ölj meg, vedd el az életemet, hogy többet ne tudjak ártani senkinek. Zokogva, hangosan imádkoztam Istenhez, hogy öljön meg, hogy többet ne tudjak ártani senkinek. Kemény, mi? És valaki azt gondolja, hogy hát ez csak Attila ilyen. Ügye ember, mert te is meg fogod tudni, milyen vagy te. Csak ne legyen túl késő. Amikor a húgom azt mondta, hogy pokolban volt egy hétig, hát meghallgattam, akkor nem mondtam meg jóformán semmit, meghallgattam, amit mond. Azután sem igazán beszéltünk, nem mondtam meg jóformán semmit. Egy telefonhívás volt napokban, ennyi. Nem szoktam velük beszélni. Rájuk bíztam, hogy ők, ha kívánják az igazságot, imádkoznak, ha keresik az igazságot, megtalálják. Ha kérik, akkor Isten nekik is ad. Nem tehetem meg, hogy én apukásodok fölöttük. De a lényeg az, hogy amikor a húgom azt mondta, hogy a pokolban volt, 7 napon keresztül Úristen kijavított, és jelezte, hogy a húgod nem a pokolban volt 7 napon keresztül. Az nem a pokol volt. A lő volt, az nem a pokol, emberek. Az a külső sötétség. Az emberi valóságnak a legalja. Persze onnantól, hogyha a testen meghal, akkor a pokol következett volna. Tehát ő tudta, hogy van pokol. Tudja, hogy van pokol. Meg tudta, hogy van pokol. Mind a kettő, hogy tudta, hogy van pokol. Mind a két húgom. Viszont nem voltak a pokolban. Én sem voltam a pokolban. Tehát, hogyha az ember bekerül a pokolba, azt már nem bírja meg a test. Abban a helyben, meghal. Tehát, ha valaki bekerül a pokolba, egy másodpercre is, meghal. Tehát nem éri túl. Az, hogy ő egy pokol közeli állapotban volt 7 napon keresztül, azt elhiszem. De vele is kellett közöljön, hogy nem. A pokol még ez alatt van. Ennél lejjebb is van. Hogyha meghaltál volna, akkor most a pokolban lennél. Akkor igen, akkor a pokolban lennél. De nem haltál meg, mert Isten nem engedte, hogy meghalljál. Kaptál egy új esélyt az életre, hogy megtisztulj, és megbékélj vele. Még mielőtt végleg lehunnál a szemeidet. Ugyeltek, emberek? A földi nyomorúság, a földi fájdalom, az semmi a pokolhoz képest. Nekem is voltak különböző fizikai fájdalmai, mint másnak is. Törések, meg tudom én, lefagytak a lábujjaim, szinte le kellett vágni, meg ilyenek. És akkor olvadtak ki, akkor azt hittem, hogy fú, borzalmas volt.
szülési fájdalom sem lehet kellemes, meg ilyenek. De azt el tudom mondani nektek, hogy az a lelki fájdalom, amit az élő Isten jelenlétében én érezhettem, a bűneim következtében, a démonjaim következtében, na az semmihez nem mérhető. Tehát nincs olyan fizikai fájdalom, emberek, mint az a lelki fájdalom, ami a pokolban van. És mi a pokol? Hát Isten jelenléte a bűnös emberek számára. Tehát gyötri őket az igazság, és ott már nincsen visszaút, már nincsen megtérés, emberek. Ha meghaltál, vége, már nincsen megtérés. Hiába mentél a reinkarnációs tanfolyamra. Hazugság, nagyon veszélyes, vigyeljetek, emberek. Ha kéred, az új élő Isten megnyitja a szemeidet. Meg fogsz érteni mindent. Ügyeljetek, óriási a tétje a földi életnek. A jó prédikátor, Isten szerint, a hűséges szolga, ő a jó prédikátor. Lehet, hogy nem beszél ékesen, lehet, hogy dadok, vagy lehet, hogy nem népszerű, de hűséges az atyához, és szolga. És amit ő kap, elemózsiát megtöri és megosztja embertársaival. Ez a jó prédikátor. És megkívántatja velük a mennyek országát. És ők is bizonságtevők lesznek. Ha te prédikálsz nem tudom mennyi éve, és még mindig téged hallgatnak több ezren, vagy nem tudom mennyien, de jóformán senki sem bizonságtevő. Sem online, sem élőben. Amúgy online kéne, mert amúgy az összes internetfüggő. Tehát az összes híved internetfüggő, tudod te is jó. Az összes híved internetfüggő, tehát rajta az interneten, csak nem bizonságtevő. Arra nem jó az internet, hogy bizonságot tegyünk. Arra, hogy nézzük a sültelenséget, arra már jó. Sagatjuk a jó prédikátort, mert olyan szépen dallamosan beszél. Olyan téveszmékben él a magyar kereszténység, hogy nincsenek szavak. Nincsenek szavak. És olyan borzalmas fájdalmak következnek a magyar népre emiatt, hogy arra sincsenek szavak, emberek. A kérdés az, hogy mi rosszabb? E szavak miatt megijedni, kicsit félni, vagy pedig megtapasztalni azt a hatalmas fájdalmat, ami be kell következzen nagyon sok házban, nagyon sok családban, nagyon sok közösségben. Amiatt, hogy amikor Istennek a gyermekei beszéltek, kinevették őket, röhögtek rajtuk. Azt hitték, hogy megbolondultak. És követték tovább a katolikus papokat, akik tömegessével küldték az embereket a halálba. Tömegessével küldték oltatni őket. Isten nevében. Böjte Csaba kiírta, hogy oltás egyenlő oltalom. Csísonyom. És még most is követik, még most is báványozzák őt. Székelyföldön egyik leghíresebb Isten, Böjte Csaba. Tudja mindenki. Magyarországról is jönnek. És egy kis földi istenségén nőtte ki magát. Ügyeljetek, emberek, ügyeljetek. Durván meg vagytok tévesztve. Durván meg vagytok tévesztve. A jó prédikátorokkal, az ékes szólókkal, akik olyan szépen beszélnek, és dallamosan, és olyan nyájasan, szinte sírva, nyafogva beszélnek. Az érzelgőség által meg vagytok mélytejezve, fertőzve. Mély altatásban vagytok tartva. A lelketek halott. És ha az embernek a teste úgy hal, meg a lelke halott, akkor az a pokol, amiben nem hittünk, hirtelen valósággá válik. Ügyeljetek, emberek! Azt mondja Jézus a jó prédikátorról, hogy én vagyok a szőlőtő, és a jó prédikátorok, az én gyermekeim, az én barátaim, a szőlővesszők, akik, mivel bennem vannak, rajtam maradnak, teremnek sok gyümölcsöt. Teremnek sok gyümölcsöt. Sok bizonságtevőt. Az én bizonságom semmit nem ér. Ha nem születnek bizonságtevők az én szavaimra, az én bizonságom semmit nem ér Isten előtt. Isten könyörüljön rajtam. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!